Köszöntöm Önöket, Förhéz Adrián vagyok. Ma egy mediterrán ciklon már elhagyja a térséget, fokozatosan kelet-délkelet felé húzódik, de a kettős frontja miatt még számíthatunk délkeleten ma csapadékra, főleg havazásra, hószálingózásra. Aztán átmenetileg elkerülnek minket a frontok, viszont erőteljes melegfronti hatással kell majd megküzdenie az érzékenyebbeknek. Délfelől érkeznek hozzánk az enyhébb léghullámok. Ma is már a délkeleti szél a Bécsi medencében, illetve a Fertőtó környékén élénkülhet meg, majd a délutáni órákban. Eközben a Kárpát-medence északnyugati kétharmadán gyengén felhős napos időig érkezik több órás napsütéssel. Főként az Alpok alján és a Kisalföldön lehetnek majd fátyolfelhők, de ezekből csapadékot nem kapunk. Miközben délen, délkeleten még havas eső, hószálingózás és reggel átmeneti ónos eső valószínű, de az ónos esőt is fokozatosan havazás váltja majd fel. A hőmérséklet csúcsértékei mínusz 1 és 5 fok között változnak. Északon lehet majd a legenyhébb idő. Az előttünk álló éjszaka pedig pára és ködfoltok képződnek, amelyek néhol még holnap reggel is makacsul tarthatják magukat. Eközben már 5 fok körül változnak a maximumok. Utána pedig rohamosan emelkedik a hőmérséklet, és csütörtökön nyugaton akár már a 15 fokot is átléphetjük. Ekkor feltámad, megerősödik a délnyugati szél, amely majd péntekre veszít az erejéből. Ekkor megsokasodnak felettünk a felhők is, de csak szorványosan számíthatunk csapadékra. És a héten is főleg nagyobb eséllyel északon lehet majd futó zápor. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!